Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked az elcsendesedés áldását. Azt a lehetőséget, amely estéről estére magadatott nekünk, hogy befele fordulva megkérdezzük magunktól, hogy áll a kapcsolatunk veled. Köszönjük azt, Urunk, hogy mindazok között a nehézségek, sokszor kilátástalanságok és elbizonytalanodások között a Te ígéd megszólal a szívünkben, mint mécses világa, világosságra gyújt, és újra tisztává válik minden. Kiderül, hogy mi a legfontosabb, kiderül, hogy mire kell, mire érdemes időt áldozni, erőt áldozni. Kiderül, hogy hogyan kell ápolnunk a kapcsolatainkat, hogyan kell rendbe tenni a dolgainkat, és újra átölel bennünket a Te békességed. Ma este is elvárjuk, Urunk, Te átölelő szeretetedre, a Te útmutatásodra, a Te megsegítő kegyelmedre, a Te erődre, arra az erőre, ami minden helyzetben erővé formálódik. Adunk, hogy így értsük meg, miért a Te fiadnak neve, hogy csodálatos. Miért kell, hogy fontos legyen a számunkra? Adunk, hogy szívünkbe tudjunk hódolni annak, aki megüresítette magát, aki szolgai formát vett felé és hozzánk hasonló mellett. Így áld meg ma is az ige hirdetőjét. Add, hogy szólhassa azt, amit rajta keresztül üzenni kívánsz. És adunk, hogy ugyanaz a lélek jár már bennünket is, hogy azt hirdessük meg, amit Te mondani akarsz. Áld meg magunk ezt a mai estét, a Te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretném felolvasni az egész képnek az igéjét. Tehát Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből a második fejezetnek az 5-től a 11-ig terjedő verseit. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Isten, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásban is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Szeretném azt a részt kiemelni, amit én kaptam, és amelynek alapján Isten örömüzenetét hirdetni kívánom köztetek, és amely megvan írva az előbb említett rész 9. és 10. verseiben. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajol. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, nem rossz helyre jöttünk, itt most nem egy matematikai előadás lesz a folytatásban, de mégis ez a kép azt gondolom, hogy magyarázatra szorul, főleg annak a fényében, hogy az előző estéken azért sokkal esztétikusabb képek készítették itt a kivetítőt.
Matematikához nem értek, van egy tudomány, amihez csak egy picivel, picit jobban, ez az egzegézis, az írásmagyarázat, és ugye ezt a kifejezést használja, amit látunk itt a képen, parabola, ugye görög szóból jön, és amikor azt olvassuk az újszövetségi szentírásban, hogy Jézus példázatot mondott, akkor ezen a helyen a görög szövegben a parabola szó használatos, ugye a példázatra. Jézus példázatai azért ilyen példatörténetek, hogyha most felidézünk talán egyet magunkban, akkor úgy szemléletesen is előttünk lehet, mert mindig két síkja van ennek a történetnek, ugye van egy valós, van egy történeti síkja, és van aztán egy másik, ugye az egyik párhuzamos, és ezzel a másik párhuzamos vonal a történetnek a szellemi, azaz a lelki tanítása, és minden történetnek van egy gyújtó pontja, ami ott a legalján szerepel, tulajdonképpen az a tanítása a magának a példázatnak. És hogyha Isten is megtart és megsegít bennünket, és vasárnap eljövünk a gyülekezet Isten tiszteletére, akkor ott jobban is láthatunk erre példát, ugyanis egy példázatból fog szólni majd az ige hirdetés. Azonban ezt a parabolát én most egy parabolának hoztam ide, ugyanis hát az az én reménységem, hogy ez a kép fog nekünk segíteni az igének a megértésében. És mivel ugye minden hasonlat, ugye ez is egy hasonlat, nem teljes, szokott sántítani, ezért arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne gondoljuk túl ezt a képet, hanem csak hagyatkozzunk arra, amit hallani fogunk, mert ez éppen elég lesz. A Filippi levélnek a második fejezetéből, ugye ezek az igék, amelyek hozzánk szóltak, eddig az esték, amik ugye elhangzottak igék, ezek alapján ugye Jézus Krisztusnak az útja, ez az összefoglaló címe ennek az hitménytő sorozatnak, hát látjuk azt, hogy Jézus Krisztus útja eddig csak lefele vezetett. Ugye úgy indult, hallottuk, hogy ő egyenlő volt Istennel, azaz osztozott Isten természetében. Jézus valóságosan Isten volt, és örökkévaló módon Isten. És amikor az ige azt mondja nekünk, hogy ő megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, akkor ezzel nem azt akarja mondani, hogy Jézus az ő földi szolgálata során megszűnt volna Istennek lenni. Jézus nem szűnt meg Istennek lenni, viszont az Istennel való szemtől szemben való mennyei dicsőségét igenis félretette. Ugyanúgy félretette az ő szuverén, azaz független hatalmát. Jézus a földi szolgálata során teljesen alávetette magát az Atya akaratának. Ugye engedelmes volt, mint halálig. Engedelmes volt a kereszt halálig. Megalázta magát azzal, hogy letette az ő isteni dicsőségét. Nem vette igénybe annak az előnyeit. És osztozott a mi gyengeségeinkben. Osztozott a mi gyarlóságainkban, küzdelmeinkben, és bizony fájdalmainkban is. De nem állt meg itt, hanem még lejjebb ment. Gyalázatos és átkozott halált halt keresztel. Meghalt az emberiség által elítélve, a barátaitól elárulva, és az Atya által elátkozva. Ismerjük Jézus egyik utolsó szavát, Éli, Éli, lámá sabachtáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Lefelé, és lefelé, egészen addig, amikor már nem volt hova mennie. És ezt szemlélteti a parabola negatív tartományában induló görbéje, ugye a levezető szakasza, hadd utaljak vissza tényleg az igére, ugye szolgává lett, megalázta magát, emberré vált, aztán engedelmes volt a halálig, egész életében,
aztán engedelmeskedett az atyának a kereszt halálban. És ez a történet, amely karácsonykor kezdődött, és amelyet ez a himnusz megünnepel, láthatjuk, hogy V alakú, V. Ugye tudjuk, hogy minek a jele a V. Győzelem. Így van, Viktor, azaz győzelem, nem szeretném, hogyha majd az újságban kiforgatva jelennének meg a szavaim, a gyülekezet láthatná erre példát, de hogy erről van szó, hiszen Krisztus lefelé haladt egészen addig, ameddig el nem érte a V-nek a mélypontját, a gyújtópontját. És akkor a történetének röppájára radikális fordulatot változtatott. Onnantól kezdve felfelé, felfelé és felfelé. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Jézus feltámadt a halálból, felment a mennyekbe, ott minden név felett való nevet kapott, és végezetül pedig várjuk vissza őt, hogy mindenek uraként ismerje el ez a világ mindenség. Vissza szeretnék utalni a tegnapi esti ige hirdetésre, ahol a szolgatársam, hogy egyetlen egy szóban foglalta össze Jézusnak ezt a szolgálatát, azt mondta, hogy érted. Érted. Jézus elvitte azt, amit mi érdemeltünk meg, bűneink büntetését, de aztán megkapta, amit megérdemelt, az atyától való felmagasztalást. És hova érkezik Jézus legvégül? A legmagasabb helyre, még magasabb helyre, ahonnan elindult. A 9. vers ezzel a szóval kezdődik, hogy ezért. A lényeg nem egyszerűen az, hogy Jézus felmagasztaltatott. A lényeg az, hogy Jézus azért magasztaltatott fel, mert előbb megaláztatott. Ez volt az ő útja. Hiszen ő szabadon és önként vállalta azt, hogy megaláztatik. Az ő választott népért, az egyházért. Érted és értem is. És az Atya akarata iránti engedelmessége és az értünk való szeretete miatt Isten felemelte őt. Jézus felmagasztaltatása az Atya válasza volt az ő megaláztatására. És ez a felmagasztaltatás magában foglalta azt is, amit hallottunk, hogy azt a nevet adományozta Isten neki, amely minden névnél nagyobb. Ugye, aki a református bibliaolvasó kalauz alapján olvassa naponta az igét, az pont a tegnap találkozott azzal a történettel, amikor Jézus földi szülei elvitték őt 8-os korába a templomba, hogy körülmentéjék, és ezt olvassuk, akkor a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még az anyja méhében megfogant. A Jézus neve azt jelenti magyarul, hogy az Úr megszabadít. Ugye a heidelbergi káténk azt mondja, hogy azért nevezik Isten fiát Jézusnak, mert ő szabadít meg a bűneinktől, és mert az üdvösséget másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Jézus neve, az Úr megszabadít, előjele volt az ő sorsának, egész életének és küldetésének. Isten Jézus nevét az ő idézőjelben szerepéhez illeszti. Nevét azért választotta ki, mert szerepet fog játszani az ő örökkévaló tervében. Hogy szolgai formát vesz fel, hogy megalázza magát, hogy emberekhez hasonlóvá válik, emberi életet él, és engedelmes lesz egészen a halálig, a keresztfán való áldozatáig. Az ő szabadító haláláig. És látjuk azt, hogy Jézus tökéletesen betöltötte a mi atyának az akaratát. Ő tökéletesen megfelelt az ő nevének. És éppen ezért minden okunk megvan nekünk arra, hogy őt bizalommal,
Jézusnak szólítsuk, Jézusnak nevezzük. Mert ő tökéletesen megmentette Isten gyermekeit. És ezért fel is magasztalta Isten mindenek fölé, és ezt a nevet adományozta, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mert Jézus neve oly csodálatos, énekeltük a készülésben. És tulajdonképpen itt jövünk a képbe. Mert eddig Jézusról volt szó, és az ő küldetéséről, váltság művéről. Mit jelent erre meghajtani a mi térdünket? Válasz az, hogy az Isten nélkülöző hitetlen életünkből nála és egyedül nála keressünk szabadítást. Nála találhatjuk meg életünknek a megoldását. Ahogyan Pál apostol egy másik helyen fogalmaz, római levélben, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az? Az üdvözül. Igen. Az üdvözül. Róma 10.13. Mert miért? Mert szükségünk van a segítségre. Örökségként valljuk, nagyon szép ez a kiállítás, mert megmutatja, Solus Christus, egyedül Krisztus. És hadd kérdezzem meg, hogy egyedül Krisztus? Valóban? Mert a mi életünk az valóságban csak egy ilyen félgörbe. Azért, mert egy Istent elhagyó világba születtünk meg, és annak a hitetlen életmódját bizony mi is követjük. És ezért van, hogy eleve a mínuszban kezdünk. És napról napra haladunk lefele, lefele, lefele és lefele. Egészen a nullponthoz, a semmihez. Még nem érkeztünk meg oda. Ugye, sokan vádolják a kereszténységet, hogy mennyire negatív képet fest az emberről, hiszen hát valóban ez a helyzet, amit itt látunk, és amit én mondtam, hiszen annyi jó is van, hiszen találkozunk meg annyi együttérzéssel, egymás mellé állással, szolidaritással, életet segítő szándékkal. És ez valóban így van, és nagyon jó, hogy így van. De tegyük fel a kérdést, hogyha ez van a mérleg egyik serpenyőjében, akkor mi van a másik? Mert Isten figyelembe veszi a jót. Erről beszél a Szentírás. De ő figyelembe veszi a rosszat is, a bűnöst is, az ő akaratától elkerült is. És akkor mi lesz az ítélet? Nézzünk a gyújtópontba, és akkor meglátjuk. Nézzük a keresztre. Ott az ítélet. Persze az ember sem a múltban, sem a jelenben nem nagyon szeretett a keresztre nézni. És talán ismerős itt ez a kis pálcika figurának az ábrája, amit azért tettem be, mert megidézi a görög létértelmezésnek az egyik nagy történetét, a Sisyphus mítoszát. Talán ugye ismerjük mi is, régi tanulmányunkból hadd elevenítsen fel. Ugye ő volt az, aki ki akarja cselezni a halált. Valahogy ki akarja kerülni. És hát sikerül is neki. Egy darabig, ameddig ugye meg tudja kötözni, és addig nincs halál a földön. De mégse jár sikerrel. Úgymond nem kerülheti el az ő sorsát. A halál mégiscsak erősebb hatalom, és az alvilágban az lesz az ő büntetése, hogy egy sziklát kell vég nélkül felgörgetni egy helyre, mert amikor a csúcshoz közel ér, akkor az a szikla visszagurul az aljába, és neki állandóan újból kell kezdeni ezt a munkát.
ezt a reménytelen munkát. Nem hiába fogalmazták meg a görögök ezt a történetet, mert ők is érezték, hogy ez az emberi létünknek egy tökéletes képe. Hiszen erre vagyunk csak képesek. Pont a héten hallottam azt, hogy hát igen, görgetjük magunk előtt az életünket, annak a terheit, nehézségeit, megoldandó feladatait. Néha van időnk egy kicsit megpihenni, felélegezni, úgymond ki kapcsolódni, örömöket átélni, de alapvetően reménytelen. Talán nem véletlen az, hogy a 20. század neves egzisztencialista filozófus írója, Albert Camus, ehhez a történethez nyúl, amikor le akarja írni a mi jelen állapotunkat, ez is az ő írásának a címe, hogy Sisyphus mítosza. Tudjuk, hogy mivel kezdődik ez az írás, melyik mondattal? Olvasom, elhozom. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai kérdés van. Kicsiknek fogjuk be a fülét. Tudjuk, mi az egyetlen egy filozófiai, komoly filozófiai kérdés? Lenni vagy nem lenni? Nem, az öngyilkosság. Öngyilkosság. Az öngyilkosság, ugye ezt mondja. Ugye ide jutottunk. Ez a modern kor emberének a látlelete. És azt mondja, hogy hát igen, gondolkodjunk el ezen. Hogyha valóban ilyen reménytelen az életünk, akkor valóban ez a kérdés. Az is olyan szimbolikus, hogy itt az idézet, amit válasz bevezetéskor, hogy így szól, hogy halhatatlan életet, ó, ne kívánj! Édes szívem, csak a lehetségesre tölt. És ő szerintem mi a lehetséges? Azt, hogy el kell fogadnunk ezt a reménytelen állapotot. És lázadnunk kell. És akkor nézzük meg, hogy hova jutottunk. Az ember minden ellen fellázad, saját maga ellen is. Még nem tudom azt, hogy valami ellen fel lehet-e lázadni ebben az életben. És hova jutottunk? Megtaláltuk a boldogságot? Kami azt mondja, hogy boldognak kell elképzelni Sisyphust. Hát bizony nem, mert Krisztuson kívül nem lehetséges. Mert sem magunktól, sem rajta kívül mástól szabadítást, az életemhez abszurditásából nem kapunk. Mert Jézus jól tudta, hogy abszurd ez az élet, és azért jött el. És azért vállalta a mi emberségünket. És ő sokkal lejjebb mennünk mi. És pontosan azért, hogy mi ne kelljen a legaljára jussunk. A kárhozatba, végleges halálba és elmúlásba. Ez az örömhír, testvérek, hogy mi még nem vagyunk ott. Krisztus megelőzött minket azért, hogy megszabadítson a bűnnek a hatalmából és annak a következményétől, a végső haláltól. Ő a mi reménységünk, aki segítségünk hívja az Úr nevét, az üdvöző. Mert Jézus eljön értünk, új életet ad, hogy átvigyen a másik oldalra bennünket. Ahol már most egy örökkévaló életet kapunk. És nincs senki és nincs semmi, ami elszakíthatna minket ettől a szeretettől. És igen, a hívő élet is egy harc. A hívő élet is nagyon sokszor egy ilyen szikla görgetésnek tűnik. De testvérek, már mindig felfelé vezet az út, egészen a dicsőségig. Mert hogy a hívő ember élete is onnan a gyújtópontból él, a keresztből, az Isten kegyelméből. Ezért szükséges mindig Krisztusunkhoz visszafordulni, az ő nevét, Jézus, Úr, ami szabadítunk, segítségünk hívni. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké,
földieké és föld alattieké. Hajtsuk meg mi is a térdünket, alászkodjunk meg ő előtte, és hívjuk segítségül az ő nevét. Hívd segítségül az ő nevét, és megmenekülsz. Thank you.
mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallj meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavam. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad, nálad ott van a bocsánat. Ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom egy életében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a lelket. Mint az őrök a lelket. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. És gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnében. Menj, édesatyánk! Köszönjük, hogy amikor a zsoltáros szavaival imádkozunk, akkor mi már nem csak derengve látjuk a szabadítót, akit te elküldesz, akit mi vártunk, hanem világosan előttünk van az ő alakja, az ő személye, az ő munkájának a teljessége. Köszönjük, hogy elküldted értünk Krisztust, a Krisztus Jézust. És köszönjük, hogy adtad az ő nevét, hogy mi segítségünk hívva őt megmenekülhessünk, üdvösségünk legyen. Urunk Krisztus, magasztaljuk a te nagy nevedet azért, hogy eljöttél értünk. Eljöttél a mi életünknek a mélységeibe, és tovább is mentél azon. Eljöttél, Urunk, azért, hogy megszabadíts bennünket, hogy nekünk lehessen igazi és élő reménységünk. Urunk, te feltámadtál, mennyekbe mentél, és most is munkálkodsz értünk, közben jársz az Atyánál. Kérünk, Urunk, hogy aki látszós mi bennünket, látod azt, hogy hol vagyunk, mi a mi mélységünk, honnan várjuk a szabadítást, hadd erősödtessen meg bennünk a bizalom, hogy te képes vagy megszabadítani, képes vagy üdvöt adni a mi életünknek, képes vagy, Urunk, abból a kegyelemből megtartani bennünket, amivel életedet ott értünk. Urunk, meghajtjuk a mi térdeinket előtted, megalázzuk magunkat. És azt mondjuk, hogy jöjj segítségül minélkünk. Kérünk, hogy hallgass meg azt is, amit egyen-egyenként most szívünk csendjéből és köszönjük, hogy te együtt könyörögsz mi velünk, és köszönjük neked azt is, hogy az általad kiérdemelt és nekünk ajándékozott Isten gyermeki bizalommal folytathatjuk a szavainkat, amikor így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltess meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk részt. És ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
Nem a Bibliából, de a Biblia által ihletett szavakkal szeretnék áldást kérni Istentől a gyülekezet számára. Minden határ, minden hiány, minden könyv, minden, ami fáj, minden félelmet, minden erőtlenséget, minden tehetetlenséget, minden, ami szívedben van, kiáltson fel a mélységből hozzá, a határtalanhoz, aki a teljesség, a vigasz, a biztonság, az erő, a határtalan élet.